A belvárosban hol van például a korzó, hol van a pláza, hol lehet pénzt váltani, hol van a nemzeti, a dohányboltot is fogják kérdezni. A Turistpolis szolgálatban résztvevő fiatalokat arra készítik fel, milyen kérdéseket kaphatnak leggyakrabban azoktól a turistáktól, akik Nyíregyházán töltik el nyári vakációjuk egy részét. Az idei nyár már az ötödik, hogy iskolai közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok róják a város és Sóstúgyógyfürdő utcáit, segítve ezzel a nyíregyházi rendőrkapitányság munkáját. Az idegen nyelveket beszélő fiatalok az idegenforgalmi szezonban szükség esetén útba igazítják az ideérkezőket, de bűnmegelőzési feladatot is ellátnak. Szórólapokat helyeznek el parkoló autókon, vagy a járókelők kezébe adnak olyan papírokat, amelyeken arra hívják fel az ide látogatók figyelmét, hogyan vigyázzanak értékeikre. Egyfajta kapcsolatot alakítunk ki a diákokkal, később bízva abba, hogy majd ők is a rendőrség munkájába is betekintenek. Másrészt pedig a rendőrség amúgy szívesen vállalja a ifjúsági programok keretében azt, hogy egyfajta nevelő célzattal tulajdonképpen a jó, a közért tudjanak tevékenykedni. A diákok az érettségi megszerzéséhez nélkülözhetetlen kötelező közösségi szolgálatuk egy részét teljesítik a Turistpolis kötelékében. Van olyan fiatal, aki belügyi rendészeti tagozaton tanul, így számára igazán testhez álló ez a feladat. Engem nagyon érdekel ez a munkakör, és nagyon szeretném ezt csinálni felnőtt koromban is, és úgy gondoltam, hogy most részt veszek ebben. A nyári gyakorlatukat teljesítő diákok sokat segítenek a városban élőknek és az itt nyaralóknak egyaránt. Napjainkban a biztonság egy nagyon fontos szerepet játszik egy turisztikai térség turisztikai vonzereinek alakulásában, és kulcsfontosságú tényezővé vált a turisták utazási döntéseiben. Éppen ezért mi folyamatosan kommunikáltuk azt, hogy Nyíregyháza és a nyírség egy közeli, megbízható, vendégszerető és biztonságos úti cél, és pontosan ezt hivatott erősíteni a Turistpolis szolgálat, kiegészülve ezekkel a fiatal, lelkes, nyelveket beszélő diákokkal, akik segítik a közvetlen kommunikációt a turisták és a rendőrei között. 50 középiskolás felváltva napi 3-3 órában teljesít szolgálatot minden hétköznap egészen augusztus végéig.